Csaknem két hónapja nincs gyermeksebészeti és traumatológiai ellátás a Szegedi Egyetem gyermekklinikáján. Ez idő alatt több mint 200 tervezett műtétet halasztottak el, és 40-50 akut beteget szállítottak Budapestre, Debrecenbe vagy Pécsre. A híradónknak nyilatkozó egészségügyi szakértők szerint ez egy krízishelyzet, amit azonnal meg kell oldani. A régió legnagyobb gyermekellátó intézménye. A Szegedi Klinikán 7-7-es egy gyermeksebészeti, se traumatológiai ellátás nincs, adta hírül a Népszava. Eddig több mint 200 tervezett műtét maradt el, és 40-50 akut beteget szállítottak távolabbi intézményekbe, Pécsre, Debrecenbe és Budapestre. Kellene egy kicsit az egészségügyre odafigyelni. Szóhoz se jutok, de ez elég szomorú szerintem, de hát ez már csak ilyen, elég nehezen lehet bejutni egyébként. Vizsgálatokra is. Ez így nem elfogadható. Úgyhogy bízom benne, hogy ez minél előbb helyreáll. Rendkívül elszomorító, hogy itt tartunk, hogy a gyerekeknek sincs már rendesen ellátásuk. A felnőtteknek nem is, de azért a gyerekek azért legyenek már az ők az elsők. Először csak 4 napos ellátási szünetről volt szó, de a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szembesülve a körülményekkel és a műtő állapotával nem adta meg az engedélyt. Többek között azért sem, mert egy műtőben 2 műtőasztalon oldották meg az ellátást, ahol a szellőztetés is csak ablaknyitással történt. A Népszava beszámolója alapján a történet 2016-ban kezdődött, amikor a gyermeksürgősségi ellátás országos ellátórendszerére kiírt, csaknem 19 milliárd forintos uniós pályázatból Szegednek 4,3 milliárd forint jutott volna egy új gyermek SBO felépítésére. A tervek szerint 28 ágyas gyermeksebészeti osztályt alakítottak volna ki 3 műtővel, de az építkezés nem indult el. Most éppen Szegeden vagyok, eljöttem a klinikára, de senki nem hajlandó szóba állni velem. A DK egészségpolitikusa lehetetlennek tartja, hogy egy egyetemi centrumban ne legyen 2-3 olyan műtő, ahol a gyereksebészeti sürgős ellátásokat el tudják végezni. Gondoljunk bele, véletlenül egy kisgyerek kiesik egy ablakon, vagy leesik a fáról, és mondjuk mellkassérülése lesz, vagy összezúzza a hasi szerveit, vagy eltörik 2-3 olyan a lábon. Ezt a gyereket nem lehet 100 kilométert utaztatni, még akkor sem a helikoptert vesznek igénybe. Ezt fizikailag a lehető legközelebbi helyen, megfelelő felszereltséggel, megfelelő képzettséggel rendelkező helyre kell vinni perceken belül, mert ennek a gyereknek az élete forog veszélyben. Az egészségügyi közgazdás szerint az egészségügy folyamatos és tudatos elhanyagolásának eredményét láthatjuk. És ilyen helyzetek csapódnak le, és ilyen helyzetek ezek szerint elképzelhetőek egy olyan országban, ahol az egészségügy se az oktatás nem fontos. Használhatunk mindenféle politikai szlogeneket, de ez nem lenne megengedhető, hogy a saját gyermekeinknek ne biztosítsunk megfelelő szervezettséggel gyermektraumatológiai ellátást. Híradónk megkereste a Szegedi Gyermekklinikát az ügyben, de adásunkig nem reagáltak.